Lengyelország belgrádi nagykövetsége július 27-én egy új szenzoros szoba felszereléséhez szükséges támogatási szerződést írt alá az Óbecsei Testvériség általános és középiskolával. A támogatás a lengyel külügyminisztérium által támogatott fejlesztési együttműködésre vonatkozó pályázatok, ezen belül az egészségügyre és az oktatásban elért esélyegyenlőségre vonatkozó pályázat keretében valósult meg. A szerződés aláírásánál Horváth Zoltán, az iskola igazgatója, és Radina Máté, az intézmény igazgatóhelyettese mellett jelen volt Rafael Perl lengyel nagykövet, Adrián Kleczynski gazdasági és politikai tanácsadó, és Katarína Vukasinovics nyilvános diplomáciával megbízott koordinátor. A lengyel nagykövetségtől, tehát ebben az évben sikerült kapnunk egy 13,500 eurós donációt, amiből a szenzorszobát fogjuk felszerelni a Gyuri Aleksics utcán lévő épületünkbe. Ennek a szenzorszobára nagyon nagy szüksége van az iskolának, mivel már van egy szenzorszobánk itt a másik épületben, de csak részlegesen van felszerelve. Ez egy olyan helység lesz, ahol a gyerekeknek teljesen fokú támogatást bírunk nyújtani a különböző eszközöknek köszönhetve, és tehát nem csak a mi iskolának a diákjai fogják használni, a többi iskolának a diákjai is, akik hozzánk járnak ilyen egyéni fejlesztő órákra, ott fogják végezni, kapni a fejlesztést. Az iskola központi épületének 2016 óta már van egy részlegesen felszerelt szenzoros szobája. A projekt keretében az intézmény másik, a Gyura Jaksics utcában lévő épületében is biztosítani fognak majd egy a szabványoknak és a követelményeknek megfelelően felszerelt helyiséget. A szenzoros szobát kizárólag az iskola diákjai használhatják majd, mivel a létszámcsökkentés miatt nincs elég szakember, aki a gyerekekkel foglalkozna, nyilatkozta az iskola igazgatója. 80-90 diák fogja mi iskolából használni, és körülbelül 60 diák fogja használni a többi a község általános iskoláiból. Az a nagy gondunk, hogy sokkal nagyobb igény van a többi iskolák részéről az egyéni fejlesztő órákra, mint amennyit a mi iskolánk bír nyújtani, de nem engedélyezik, ebben az évben sem engedélyezik, hogy alkalmazunk még több defektológust, hogy minden igényt kibírunk elégíteni. A Gyura Jaksics utcában lévő épületben közel 90 gyerekkel foglalkoznak, akik Óbecséről és a környező településekről járnak ide. Az épület felújítása már évek óta tervben van. Tavaly év végén egy új tervrajzot is kidolgoztak, amely szerint a felújítás mintegy 130 millió dinárba kerülne. Decemberben új tervrajzot készítettek, új projektum lett készítve arra az iskolára. 130 millió dinár értékben, tehát nagyon szépen meg van csinálva a tervrajz. Kielégít az összes igényeket, ami ezeket a gyerekeket illeti, azzal, hogy hivatalosan az utolsó információnk, hogy a nagy beruházás alapnak a várólistáján vagyunk, hogy mikor kerül sor az egész munkálatok elindítására, azt még nem tudjuk. Az intézmény központi épületében tartományi támogatásokból a nyár folyamán új padokat, székeket és szekrényeket helyeztek el 250 ezer dinár értékben, amelyet szeptembertől használhatnak majd mindhárom tagozat diákjai. Az általános és a középiskolás elsős osztályokat illetően az iskola igazgatója úgy nyilatkozott, elégedett az iratkozás során jelentkező diákok számával. Két év kihagyás után az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szervezésében idén augusztus 19-én és 20-án megrendezésre kerül a hagyományos Szent István napi rendezvény. A kétnapos rendezvény keretében számos program és koncert várja majd a látogatókat. Két év kényszerszünet után újra itt vagyunk. Újra egy olyan alkalmat szakítottunk arra, hogy egyrészről tájékoztassuk a közvéleményt, másrészről pedig ugye mi is bemutassuk a programot, bemutatkozzunk és elmondjuk, hogy két év kényszerszünet után, amit mi is legalább olyan nehezen viseltünk, mint az óbecseiek és az óbecse környékiek, akik évről évre most már a Szent István napi ünnepség sorozatot itt ünneplik Óbecsén velünk. A nagy-nagy örömünkre természetesen, hogy,
hogy idén legalább olyan szabású rendezvényünk lesz, mint amilyet megszoktunk, megszerettünk, és amilyen az elmúlt két évben hiányzott az életünkből. A szervezés idén se volt egyszerű. Az, hogy két év így kimaradt, az főleg gazdaságilag viselte meg a közösségünket is, de úgy döntöttünk a Petőfi Sándor kultúrkör vezetőségével, hogy ezt át kell hidalnunk, ezt meg kell oldanunk, és valóban egy olyan rendezvényt kell magunknak, magunk miatt, mindenki miatt az asztalra tenni, amit minimum megérdemel az óbecsei magyar közösség. A rendezvény augusztus 19-én a kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi misével veszi majd kezdetét az alsóvárosi páduai Szent Antal plébánia templomban. Ezt követően a programok a Petőfi Sándor magyar kultúrkör előtt felállított színpadon folytatódnak majd. Megszegjük a megszentelt kenyeret, majd 20 órától Koncz Antónió koncertjére kerül sor. 20 óra 30-tól Poyák Lilla, musical színésznő, 21 órától pedig Radics Gigi, magyarországi énekesnő koncertje következik, majd 22 órától a jól megszokott és nagyon várt tűzijáték, a tűzijáték után pedig szintén a helyi, egyre népszerűbb Le Filet leányzenekar fogja szórakoztatni a nagy érdeműt. A rendezvény másnapján is számos programok várják majd a látogatókat, mint a gyermekprogramok és a kirakodó vásár, de a hagyományos marha pörkölt főző versenyre is sor kerül majd, amelyre eddig 28 csapat jelentkezett. A főző versenyre augusztus 15-éig lehet jelentkezni. Szombaton délután 4 órakor kezdődik a jól megszokott, megszeretett marhapörkölt főző verseny, 16 órakor kezdődik. Eddig 28 csapat jelentkezett, továbbiakban is van lehetőség jelentkezni egészen augusztus 15-éig. Majd párhuzamosan, amíg a felnőttek főzőcskéznek, addig a gyermekekről, a legkisebbekről gondoskodunk, mégpedig a Kacor Királya, Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábelőadása a Petőfi iskola udvarában. 16 óra 30-tól 18 óráig gyermekprogramok, játékok, kézműves műhelyek a Petőfi iskola udvarában, majd pedig 18 órától a Szegedi Habakuk gyermekzenekar koncertje a Petőfi iskola udvarában szintén. A főzőverseny eredményhirdetése 20 órakor fog bekövetkezni. A főzőverseny alatt, illetve a főzőverseny után pedig a jó hangulatról a Becsei Sógor együttes gondoskodik. A rendezvényt az Óbecsei Önkormányzat a Tartományi Művelődési Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, a helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatták.